Hát sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Ez egy nagyon-nagyon különleges videó lesz, hiszen Lucky Blokkokat fogunk nyitogatni srácok, de hogyha ennyiből állna az ez egész, nem mondanám, hogy ez annyira nagyon különleges lenne, de mindjárt meglátjátok, hogy miért, hiszen nem a simát, hanem egy nagyon-nagyon furcsa Lucky Blokkot fogunk kinyitogatni. Látjátok, itt van 2 darab chest, a bal oldaliban nem más van, mint 5 darab Very Lucky Blokk, azaz nagyon-nagyon szerencsés blokk, alatta plusz van nagyon-nagyon szerencsétlen blokk is, plusz így a maradék helyet Lucky Potionnel kitöltöttem, amit majd a videóban eldobálunk. Ám de miért is annyira különleges ez a videó? Azért, mert ebben a jobb chestben nem más, mint ilyen pink Lucky blokkok vannak, ami nagyon-nagyon furcsán néznek ki, rózsaszínből vannak a Lucky blokkok, és ilyen szívek vannak benne, így a kezemben jobban látszik, mint magában a chestben. Nem mondom srácok, hogy ez egy olyan nagyon férfias téma, de én úgy gondoltam, hogy azért ezt próbáljuk ki, mert annyira durván nézett ki. Mondom, hát ebben nyitnunk kell egy párat, plusz az volt a leírásban, hogy ilyen nagyon furcsa droppok is jöhetnek belőle, ami engem nagyon is érdekel. Ha kiveszem a Very Lucky-kat, plusz az Unlucky-kat, plusz még a Potion-eket is kiveszem, 17 darab Potion itt elfér, és szedjük ki a lényeget, a 27 darab Pink Lucky blokkunkat, ezt fogjuk srácok ebben a videóban kinyitogatni. Azt mondom nektek srácok, hogy kezdjük egy Very Lucky blokkal, utána a rózsaszint is nyitogatjuk, nyugi, tudom, hogy az érdekel mindenkit, engem is az érdekel, hiszen eddig egy darabot találtam, abot azt nyitottam ki, az is, ha jól tudom, felrobban. Szóval nyissuk kicsi, nem más, mint a Very Lucky blokkunkat. Ó, adott nekünk enchant könyveket. Milyen enchantokat? Úristen, hatékonyság 3, stb. Hát erre nem lesz szükségünk. Jó, jöjjön maga az Unlucky blokk, nyissuk kicsi. Jó, kösz haver! Gyorsan át is kell váltanom magam Game Mode 1-ben, nehogy elveszelek a cuccaim. Hát igen, ez Unlucky a köbön, srácok. Ha, jó van, akkor ugye ki tudtam szabadulni abból a lyukból. Azt mondom nektek, hogy itt ez a bárány mellett kinyitok, és most rakom le először, mennyire durván néz ki, srácok, ilyen vicces az egész blokk, hogy rózsaszín, plusz ilyen szívek vannak rajta, meg ilyen dolgok. Hát nem mondok, nem bűzök hozzá semmit, srácok, csak inkább azt mondom nektek, hogy nyissuk is ki az elsőt, dinnyét adott. Jó, hát ez nem egy olyan nagyon ritka drop szerintem, de dinnye, hát a dinnye is jobb, mint a semmi. Jöjjön még egy ebből folyam. Oh! Opszi, ez szerintem már egy kicsit ritkább volt. Lecsapott ide elénk a villám, plusz egy ilyen magma kockát rakott le elénk, vagy mi a fene ez? Kezdek belejönni ez az egészbe, kinyitok srácok egy Unlucky blokkot. Jaj, úristen! Ne, jó, égjel, haver, ne lőj meg, ha kérlek, el is futok, srácok, ugye nem jön utánam király, jó, a francban miért nem ég, az előbb még éget, megy le a nap, azért nem ég, ezt nem hiszem el, gyorsan kinyitok egy Very Lucky blokkot, hát ha valami kardot ad, a francokat ad kardot, ezt nem hiszem el, hogy le kell győznünk azt a boss, srácok, együtt, nyissunk ki gyorsan egy ilyen nagyon menő rózsaszín, ó, ez mi, Lucky tér, mi a szar? Erősség van a TNT-n, na jó, ezzel, srácok, TNT-vel, Lucky TNT-vel fogjuk megölni ezt a boss-t. Hát úgy kell, lol, leégett róla szegény szkeleton és a ló magába száll, akkor is elkaplak, úgy bizony, srácok, üssük meg, mert ez nincsen velünk, oké, ennyi, simán a TNT, egy király fegyver, srácok, nem csak robban, még ütni is tudunk vele. Ennek ilyen vippáholyba rakom be, itt vannak a húsai mellett, ez mindig nálam lesz, srácok, de nyissunk ki még egyet, hiszen még van 23 darabunk, na jó, ez szerencsés volt szerencsére, nyissunk még egyet, sajtánszkodt a random item, ó, srácok, ez egy random item, vajon mi lesz az, menjünk bele, és nem más, mint egy Smite 2-es enchant, wow. Én azt mondom, hogy nyissunk ki együtt egy Unlucky-t plusz egy Lucky-t. Jaj, úristen, ez rám fog esni és meghalok. Ne, és elvesztek a cuccaim. Hát ez nem úgy sikerült, mint terveztem, srácok. Vissza kellett adolnom az összes cuccomat. Ha jól tudom, 2 Very és 2 Unlucky volt, plusz 23 ilyen különleges pink cucc volt. De hát, hogyha nem, akkor azért elnézést kérek, de nem olyan nagy veszteség, hogyha egyel több vagy egyel kevesebbet adoltam vissza. Beírtam egy keep inventory-t, szóval most nem vesznek el a cuccaink. És jöjjön, üssük ki. Ó, oh, wishing well. Ó, oh, jaj, srácok. Ez egy kút, beledobjuk, jaj, menjünk innen a fenébe, és ne, persze, 500 000 TNT,
Ez a kis szigetet most találtam meg, srácok, és már alig hagytunk belőle valamit. Hát ezt nem hiszem el, így kell bánni a természettel. Én pedig csak beledobtam egy kis aranyragot, és vártam a jót, de nem. Kinyitok egy pinket, mert ezek amúgy tökre tetszenek, igaz, olyan fura a színük, de szerintem eléggé menő, csak azok a szívek nem annyira tetszenek rajta. Na jöjjön! Ó, oh, hát erre nem lesz, nyálkagolyóra szükségünk. Jöjjön ez. Na jó, most, srácok, érzem. Bennünk van, hogy sikerülni fog. Na! Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Hát nem mondom azt, hogy én jeges medvéket kívántam. A játék szerint én jeges medvéket kívántam, de el kell, hogy szomorítsam, hogy nem ez volt az én kívánságom. Most jobban örültem volna egy Lucky Bow-nak vagy valaminek, de elosztok, én innen egy kicsikét elmegyek. Hát bocsánat, de nem akarok így velük kötözködni. Nyissuk ki, ez az! Végre, végre egy felszerelés, ez már nagyon jó. Átblokkra nincsen szükségem, főleg nem ezekre a díszblokkokra. Nyissuk ki, oh, Lucky Blink chestplate, ez mit ad vajon? Oh, mi a szar? 250-es, 5-ek damage, plusz protection, plusz minden. Na jó, muszáj, hogy megüssem, srácok, bocsánat, de muszáj. Ez nem volt jó ötlet, ez nem volt jó ötlet, ez nagyon nem volt jó ötlet. Azt hittem, hogy ez a 250 legalább ad annyit az, hogy meg tudjuk ölni. Kérlek, ne harap meg minket, jeges medve, menj a fel. Úristen, mennyit sebzesz. Jöjjön még egy pink. Jó, kaktuszra nincsen szükségem, van 6 darabom, bár az nem fog kellene. Jöjjön egy lucky, egy kard. Szorítsatok, srácok, egy kardot nyitunk, hát ez mi? Egy hero potion, oké, és az jó lenne a medvék ellen, de most nincsen rá szükségem. És jöjjön egy állaki, ne már, Giant, kérlek, Giant, leölj már, meg kérek, ne legyél már ilyen, itt több kedves leszek veled. Adok egy virágot, várjál, odaadom neki, srácok, azért feláldozom ezt a kis virágot, hello, tiéd lett, vedd el, hogyha szeretnéd, csak engem hagyd, kérlek. Jó, itt egy pink lucky block, nyissuk ki még ezt is, ez mi? Ez, mi a? Oké, ez bedrock volt, de semmi más nem csinál. Nyissunk ki még egyet. Merry Christmas. Ó, oh, köszönöm szépen. A télapó egy Christmas tree-t adott nekem. Ó, oh, de jó, itt egy Christmas tree, bár nem tudom, hogy ez miért pont az, de köszönöm szépen, télapó. Aha, lapist kaptunk. Úristen, mennyi lapis? Hát most se erre gondoltam, még mindig egy kardot szerettem volna, de ez se rossz. Jöjjön az utolsó 10 darab, srácok, és a potiont elfelejtettem visszaadolni, most ott eszembe. Visszaadoltam pár darab potiont, hiszen még van 14 darab, és az előzőben nem dobáltunk semmennyit. Végre egy kard, el se hiszem, bár ez ilyen kis béna alapkard, nem baj, ez is több mint a semmi, téged meg megölünk, mert menj a fenébe. Ő ellene szerintem muszáj lesz, megdobom őt is, látszok, szerintetek mit fog szólni a kis Giant, hogyha megdobom egy kis Lucky Potion. Ó, oh, egy felszerelés. Jó, fogalmam sincs, hogy ez mi. Dobjunk el még egyet, jó, egy kis sütikét, hagy egyen egy kicsike zombikánk, itt etetjük is, srácok, meg mi, oh. Mennyi kardot kaptunk, ezt láttátok? Hova tűntek? Ez menő. Amúgy nem hinném, hogy a Giant ebbe az egészbe bele fog halni. Rádobok még egyet, meggyógyítom. Hát lehet, hogy gyógyított rajta egy picikét. Még egyet. Jaj, bányapók. Mennyi nem, tesek el lesz nekem. Inkább most már magamra dobok egyet, hát ha valami jó cuccot kapok, és tök jó dolgot kaptam. És jöjjön az utolsó, srácok, dobjuk el a magasba. Kösz. Jöjjön még egy ilyen pink, ezek már egészen jó cuccok, ezen kívül még jó egy friend. Van egy barátom, el se hiszem. Persze, a barátnak azért ingyen kéne adni a dolgokat, nem ennyi ilyen drágán. Hát te aztán jó barát vagy, hallod, ilyen drágán adod a cuccokat, ezt nem hiszem el. Jöjjön még egy Jeb, itt vannak a színváltós állatok, srácok, a színváltós állatokat is le tudtok rakni, mennyire jól nézett ki az neonzölden, meg itt van a Lucky Blockunk színe, és jöjjön a szép naplementével fogjuk az utolsó kettőt kinyitni, srácok, jöjjön elsőnek az alsó, ami nem mást adott, mint eltűnt az utolsó, ezt nem hiszem el, rászforolt ez az egész dolog, szóval így volt, ez volt az utolsó is, srácok, ahogy megy le a nap, mi bedobjuk, és remélem kívánjátok azt, hogy valami jót ad, srácok. Nem az, mint ahogy mindig az, hogy berrobbanunk, avagy egy csomó ilyet, egy csomó olyat. Kérlek, na, kösz,
Kösz, Silverfish-eket dobott nekünk. Hát srácok, ezzel az utolsóval nem volt szerencsénk. Emlékeztek, hogy mi mennyire utáljuk élőadásokból ezeket a dolgokat. Szóval kérlek, hagyjatok már. Na hát srácok, szerintem ez a videó ennyi lenne. Szegény szigetet egy kicsikét belaktuk itt a jeges medvétől kezdve az óriás zombiktól a Blazing mindenünk van. Szerintem srácok, nagyon jól sikerült ez a kis Lucky Block nyitogatás. És hogyha szeretnétek hasonló videókat látni tőlem itt a csatornán, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, hogy ti is egy nagyon menő sajtok legyetek. A következő videóban találkozunk, legyetek jók, sziasztok sajtok!